az élet nem áll meg, vírus ide vagy vírus oda. Milyen pályázati lehetőségek vannak Igen, hát Szevesznél? ugye látszódik, hogy az élet egyik oldala most a vírushelyzet, ezzel vagyunk elfoglalva, viszont a pályázatok folyamata az automatikusan megy, és éppen a tegnapi napon kaptunk arról információt, hogy a kerékpárutunkra, meg a Magyar Falu programba pályáztunk a kerékpárutunk felújítására 24 millió forintot, illetve a temetőbe az egyház nyert 5 millió forintot a járda felújításra. Ez tegnapi napon érkezett meg. Hát ez ennek a hogyan továbbja most itt a feladat, tehát ilyenkor ugye szerződést kötünk, utána ezt ki kell írni pályázatra, és akkor valamikor tavasszal, vagy ott a nyár elején jövő évben akkor ezt meg kell valósítani. Úgyhogy ez mindenféleképpen megy. A horgász pályánknak november végén lenne a határideje, de ott most az időjárás miatt a területrendezés egy kicsit nem tud úgy működni, mint száraz időbe. Azt meglátjuk még, hogy tudjuk lezárni. Lehet, hogy abból is majd valamikor akkor módosítjuk, és akkor a tavasz folyamán fogjuk tudni csak lezárni. A bölcsödével kapcsolatosan annyit szeretnék elmondani, mert többen kérdezték, hogy kikerült az a nagy tábla, ugye a mi kötelező nagy táblát ki kell tenni az uniós pályázatoknál, hogy a tábla mögött épül a bölcsőde, és mi lesz az iskola épületével. Hát azt tudom elmondani, hogy az iskola épület is le lesz bontva, és azon a nagy területen fog felépülni a bölcsőde, tehát nem lesz külön meghagyva az iskola épület és mellé a bölcsőde, hanem ez egy először majd egy bontás lesz, és utána egy építkezés. Itt is ez az év van kijelölve, hogy a tervek elkészüljenek, az valamikor itt a tél-tavasz folyamán ugye közbeszereztetni kell, és ha meg lesz a vállalkozó következő évben, akkor neki is állhatunk alapkövet letenni, és ha az építkezés elkezdődik, akkor azt reméljük, hogy 2022-ben már be is tudnánk üzemelni a bölcsödét. Úgyhogy a pályázatokról ennyit szeretnék elmondani. A krónika egyébként jövő héten fog megjelenni, tehát abba is leírtam ezt, aztán így a lakosság értesülhet ezekről a hírekről. Javában benne vagyunk már a fűtés szezonban. Hogyan tud az önkormányzat segíteni a rászorulóknak? Igen, a fűtés? Minden évben szociális tűzifára lehet pályázni, mi is megtettük, és több mint 3 millió forintot nyertünk erre az összegre, és december 5-éig adhatja be még a lakosság részéről az, aki úgy gondolja, hogy a fával tud fűteni valamennyi időt, és akkor ezzel segítve a téli fűtés számláinak a csökkentését. Felhívnám a figyelmet, hogy december 5-ig lehet beadni, mert erre külön rendeletet kellett hozni a testületnek, tehát december 5-éig lehet beadni a nyomtatványokat, és akkor utána fogjuk, akik beleférnek ebbe a szociális tűzifa programba, azoknak kiszállítani, és akkor bízunk benne, hogy a december, január környékén meg is fogja kapni, amikor ugye a leghidegebb hónapok vannak. Hamarosan az év utolsó hónapja lesz december, amikor is a legszebb ünnepeink lesznek, a Mikulás, a karácsony. Most ugye tudjuk, hogy ezek mind elmaradnak. Igen, sajnálattal kell azt is közreadjam, hogy a szokásos Mikulás kuckó itt a hivatalban mi szokott lenni, és nagyon népszerű, most már több mint 10 éve jelen van itt a településen ez a program, az sajnálattal kell mondjam, hogy elmarad, tehát nem fog a Mikulás beköltözni most ebbe az évbe ide a polgármesteri hivatalba, illetve ugye minden évben megrendeztük a mindenki karácsonyát, amikor itt kint a rózsák terén együtt ünnepeltük a falu szinten a karácsony, hát most ez is elmarad. Természetesen fát fogunk állítani, meg azt a betlehemest fel fogjuk állítani, de központi ünnepséget nem szerveztünk, nem is indultunk bele, de most már a mai kormányrendelet alapján nem is lehetne, hogyha ha érvénybe marad ugye karácsonyig, akkor meg le is van tiltva az ilyen program. Úgyhogy ez sajnos ebbe az évbe azt kell mondjam, hogy elmarad, és így az önkormányzatnak nincs is más rendezvénye már karácsonyig. Hát legközelebb majd a február-márciusi időszakra majd látjuk ott a disznóvágás, meg ahogy jöttek sorba a civil szervezetekkel ezek a programok. Hát bízunk benne, hogy addigra már feloldódik itt minden, és azokat már meg tudjuk jövőre rendezni, illetve hát a lakosság ki tud mozdulni végre. Bízunk benne, hogy Farsangon már nem a maszk lesz majd a jelmezünk. Igen. Igen, hát az már igen, ott reméljük, hogy már jelmez lesz a maszk, és nem kötelező módon kell fölvenni.
De mindenféleképpen én nagyon bízom benne, hogy ugyan a rendelet 90 napig van érvényben, hogy előbb vissza tudják ezt vonni, és nem kell itt márciusig ezt a dolgot húzzuk. Hát a tavaszból nézve azért ott is elég hosszú volt, azért még azt mondom, hogy itt a közepe táján vagyunk azért a dolognak, tehát nem akarok én senkit megtéveszteni, hogy itt január-februárban már milyen szabadság lesz, meg visszavont rendelet. Addig is én nagyon kérem a lakosságot, hogy nagyon tartsák be az előírásokat, legfőképpen a maszkhasználat, de a fertőtlenítés ne csak a közösségi tereken, meg intézményekben, hanem otthon is, saját lakáson belül is, amikor hazaérkeznek, ott is próbálják meg ezeket, hiszen a vírust be lehet vinni a családi házakba is, ahol a családtagokat is meg tudjuk fertőzni, tehát erre nagyon figyeljenek oda, és ha egyszerre lép mindenki is, és próbáljuk megakadályozni, akkor azt gondolom, hogy a vírus előbb-utóbb elpusztul, és akkor kimegy itt a rendszerből, és minél előbb szabadak lehetünk újra. Nem is olyan régen, valamikor a télen adták át az új felújított négyest, és most pedig javítási útmunkálatok folynak. Ez Szajolnak nem kis bosszúságot jelent, gondolom. Igen, itt a baj hátán a baj, mert nekünk valóban ez most bosszúságot okoz, hiszen garanciális javításról beszélünk, mert egy éven belül ugye visszajött a kivitelező, és a két sávos út egy sávra szűkült, és ugye pont a külső sávokat javítják, amiből adódóan ugye a Kölcsőútra most nem lehet át lekanyarodni jobbra, tehát most a telepen, új telepi részen élőknek kell ugye a Convoy City fele kerülni, ahol már ott a Széchenyi utat eléggé széttaposták, és ugye hát nem arra a forgalomra lett tervezve. A kivitelezővel tárgyalásban vagyunk, hogy azt hogyan lehetne minél gyorsabban már most is akár javítgatni, hogy ne törjön le az útszéle, meg a patka teljesen elsüllyedt, és ott elsaralták. Vannak ilyen utcaszakaszok még, ami így fog kinézni, hiszen a jelenlegi javítás ez körülbelül 15-17-ig fog tartani, és utána pedig a Törökszentmiklós felől Szolnok irányába menő két sávot fogják ugyanígy folytatni. Itt a december 6-a, éppen ilyen Mikulás környékére van tervbe véve, hogy végeznek. Na de addig még elég sok idő van, és a napi munkába járás és a iskolába, óvodába átjárás az elég körülményes. Én arra kérek mindenkit itt a szajliakat, hogy figyeljenek oda nagyon, hiszen most köd van, nagyon baleset veszélyes minden, meg egy sávra szűkül, meg amúgy is a négyes nem arról híres, hogy ott nagyon odafigyelnek egymásra itt a tranzitba utazók. Úgyhogy meg arra is kérem természetesen a lakosságot, hogy legyen türelemmel, hiszen ezt nem mi önkormányzat rendeltük meg, hanem ugye a közútkezelő, aki fenntartja ezt az utat. Mi most az elszenvedői vagyunk, de bízom benne, hogy most már úgy megcsinálják, hogy egy éven belül nem kell visszajönni. A garanciális munkát még a garanciába megcsinálni, és akkor most már hosszabb távon működni fog a kétszer-két sáv, és akkor így nem fogja zavarni a lakosság mindennapjait a javítás.